Horgászatok során igyekszünk jókat enni a vízparton, hiszen ez hozzátartozik a komfort érzetünkhöz. És mint ahogy korábbi részben már említettem, én előszeretettel készítek olasz tésztaételeket, hiszen ezek nagyon finomak, a kedvencem, és itt a vízparti körülmények között is nagyon-nagyon könnyen elkészíthetőek. Most egy klasszikust fogok készíteni, ez pedig a carbonara, gondolom sokan ismeritek, egy nagyon-nagyon egyszerű étel, mégis van egy titka, hogy mitől lesz igazán finom a carbonara, ez pedig a minőségi alapanyagok. Abszolút nem kell hozzá sok összetevő, a lelke az egésznek a jó pancetta szalonna, egy finom pecorino sajt, egy kis tojás, bors, és már kész is igazából az étel, de addig azért történik egy-két dolog. Mint látjátok, én már vizet elkezdtem melegíteni az egyik fazékba, a másik edénybe pedig a szalonnát fogom lepirítani. Hát sajnos pancetta szalonnát most nem tudtam beszerezni, de egy kedves barátom nagyon finom füstölt szalonnát készített, ebből hoztam most egy kis darabot, és ezt fogom már is felszeletelni. Mint látjátok, nagyon-nagyon guszta és finom. Vágunk belőle pár darab vékony szeletet, igazából attól függ, hány főre készítjük. Jelen pillanatban két főre készítem, ezért egy 4 szeletet fogok vágni belőle. Ti nem érzitek az illatát, isteni illata van. Természetesen a bőrét azt levágjuk róla, arra most nincs szükségünk. Pancetta szalonnával is ugyanígy járnánk el egyébként, szépen felszeletelnénk. Ez, hogy most csíkokra vágjuk, kockára vágjuk, ez mindenkinek az egyéni ízlése határozza meg. Én általában, hoppá, leesett egy bőrre, majd felvesszük. Én általában csíkokra szoktam vágni, és jó vékony csíkokra. Azért, hogy jól passzoljon a spagetti tésztához. Összevágtam a szalonnát, úgyhogy alá is gyújthatunk az olajnak. Természetesen olívaolajat használunk, mint ahogy az olaszok rendszerint, és a szalonnánkat beletesszük. Forró olajban lepirítjuk. Pirul a szalonnánk, és most jön az első kis apró titok, amitől nagyon-nagyon finom tud lenni egy étel, hogyha ilyen szalonna alapú kaját csinálok, akkor mindig ilyenkor, amikor pirítom a szalonnát, teszek rá borsot. A borsot egy kicsit megpirít, olyan pikáns ízt ad az ételnek, hogy hát, az csak azt tudja, aki már egyszer kóstolta. Úgyhogy jól megborsozom. És már, iszonyat jó illata van neki, ahogy pirul a szalonna és a bors. Nem tudok bele betelni, úgyhogy én még teszek rá egy kis borsot, mert ez tényleg irgalmatlan, kellemes, pikáns ízt ad neki az a lepirított, szalonna zsírban lepirított bors. Na, így talán már jó is lesz. Föltettem a vizet főni, az megint, aki gyakorlott szakács, az azért tudja általában, de ha valaki most szeretné kezdeni, akkor annak elmondom, hogyha tésztafőző vizet teszünk föl, abban először nem tesszük bele a sót, sokkal könnyebben felforr a víz. Amikor már forr a víz, akkor fogjuk beletenni a sót és úgy a tésztát. Az igazán krémes carbonara spagettinek azért van egy-két titka. Egyik az arányok betartása. Nagyon fontos, hogy az arányokat tartsuk be, és ezért én, amikor carbonara spagettit csinálok, akkor mindig használok spagetti mérőt. Ez olyan egyszerű elve működik, hogy összefogom a spagettit, és itt az egyszemélyes spagetti, két személy, három személy és négy személyre való spagettit tudunk, ugye, ahogy összefogjuk, átfogjuk, hogy beleférjen abba a nyílásba. A másik lelke a carbonara spagettinek a tojás adagolása lesz.
de azt is pontosan meg fogom mutatni, hogy hogyan tudjátok elérni azt, hogy nagyon finom, krémes legyen a carbonara spagetti. A szalonnánk az igazából meg is pirult, úgyhogy le is zárom alatta a gázt. Ezt most egy kicsit pihentetjük, addig elkészítem a tojást, mint ahogy mondtam. Veszünk egy mély edényt. Másik lelke a jó carbonara spagettinek a jó pecorino sajt. Ezt nem szabad trapista sajttal csinálni, vagy bármi mással. Ez a pecorino sajttal a legfinomabb. Ha egyszer megkóstoljátok, utána ti is. Biztos vagyok benne, hogy osztani fogjátok ezt a nézetemet. Veszünk egy sajtszeletelőt, és ezzel igazából az alja az nem is kell. Jó, tehát a sajt reszelővel szépen lereszelem a pecorino sajtot. Ha ugye, mivel hogy nincsen rendesen meghűlve, ezért nagyobb darabok lejöhetnek belőle, az igazán nagyobbakat, azokat újra lereszelem, áthúzom, ami nem olyan nagy, az maradhat benne, hiszen így is finom lesz a spagettink, ebben biztosak lehetünk. Közben úgy látom, hogy a vízünk felfort, kicsit félreteszem a sajtot, és akkor most beleteszek, hát érzésre ki mennyi szeret, de én egy ilyen jó két új begynyit szoktam beletenni ebbe a fazékba. Még egy picit, legfeljebb többet fogunk inni rá. Így, és akkor most jön ugye a spagetti. Ebben sem szabad kompromisszumot kötni, én csak és kizárólag olasz tésztákból használom a spagettit is, úgyhogy most jelen pillanatban ez a Barilla tésztája. Ebből az ötös méret az, ami megfelel egy jó spagettinek, és akkor, mint ahogy mutattam a mérőt, tehát összefogjuk a spagettinket, és körülbelül pont bele kell, hogy férjen ebbe a második lukba, ez lesz egy kétszemélyes adag. Én még egy kicsit teszek hozzá, mert tudom, hogy nagyon finom lesz, és sokat fogunk belőle enni. Így, és akkor szépen belengedjük a főzővízünkbe. Hoppá, egy elszaladt, ezt gyorsan pótolom, hiszen nem hiányozhat egy sem belőle. Biztos teszek négyet, hát ha még esik ki belőle. És így mozgatva szépen el fog ázni. Én nem szoktam összetörni, van aki összetöri, én szeretem tekergetni a villával a spagettit, úgyhogy nem töröm el, hanem szépen türelmesen majd bele fogom forgatni a fazékba, ahogy elázik. Minden tésztán, főleg az olasz tésztákon, minden tésztán rajta van, hogy meddig kell főzni. Ezen rajta van, hogy 9 perc a főzési idő, ez lesz a pont megfelelő állaga a tésztának, egy picit al dente, de tényleg egy picit roppanós lesz a tészta, én így szeretem. Ha valaki szereti, hogyha nem olyan roppanós, akkor főzze egy picit tovább, egy fél perccel, hogyha tovább főzitek, vagy akár 9 percnél, hogyha elzárjátok a gázt és a felült rátéve egy picit, egy fél percet pihentetitek, akkor teljesen elfő a tészta, ha valaki úgy szereti, de szerintem az igazi, ez a picit roppanós, az lesz a legtutibb tészta, én legalábbis úgy szeretem. És természetesen a 9 percet onnan szoktam nézni, amikor benne van a teljes tészta. Akkor indítom el a stoppert. Mivel már csak egy pici hiányzik, ezért el is indítjuk. Na, és hát akkor következik a tojás adagolása, ami kritikus pontja az igazán krémes carbonara spagettinek. Ez pedig úgy történik, hogy egy adaghoz egy egész tojás és egy tojásnak a sárgája szükséges. Tehát egy személyre igazából egy egész tojás és egy csak a sárgája, tehát a fehérjét kiszoktam belőle venni. Hogyha így adagolom, így igazán nagyon-nagyon krémes tésztát fogok kapni. Általában MS méretű tojást használok, hogyha L-eset használtok, akkor sincsen baj, még az is jó, mert az MS-hez időnként szoktam tenni vagy hagyni benne egy picike főzőlevet, és akkor tényleg igazán nagyon-nagyon krémes lesz, de majd meg fogjátok látni. Na, gyorsan felütöm a tojásokat, tehát ugye egy egész tojás, még egy egész tojás, és a következőből pedig a fehérjét ki fogom engedni.
egy sárgája. Még egy sárgája. Én ezeket a tojásokat egy picit kicsinek találom most, úgyhogy egészen biztos, hogy fogok hagyni egy kis főzőlevet a tésztán, ami segít ahhoz, hogy még krémesebb legyen a spagettink. Jó, benne vagyunk a vízünk közben, nehogy kiszaladjon. Egy picit lentebb vesszük a fedőt. Így ebbe teszünk egy pici sót. Csak egy ilyen csipetnyit, ez igazából egy ilyen ízfokozó hatás kedvéért, és hát természetesen jól meg is borsozzuk ezt is. Nagyon jól illik ehhez a kajához a bors, úgyhogy egész nyugodtan, bátran szórjátok. Jó hozzá az őrölt bors is, de én mindig ezt a darálósat használom, ennek szerintem sokkal gazdagabb íze van. A villát nem találom, de megvan. Kell egy villa, amivel ugye fölverjük a tojásunkat. Elkeverjük. Szeretem látni benne a borsot, úgyhogy én még teszek bele, mert nem elég hangsúlyos. Van, aki a főzővízbe szokott olajat tenni. Én nem szoktam, inkább gyakran megkevergetem, és akkor így oda sem fogja kapni, össze sem áll a tészta, úgyhogy szerintem a gondoskodás sokkal jobb, mint hogyha olajat öntenék a vízbe. Mint egy jó 2 perc van még a tészta főzéséből, most egy picit megint alágyújtok a telonnának. De csak azért, hogy átmelegítsem, hogy jó forró legyen. Fontos lesz, hogy minden összetevő forró legyen a főzés végén, mert ez is a krémességet szolgálja. Jó, ez így elég forró is, hiszen amikor beletesszük ezt a tojásos sajtos elegyet, ilyenkor már nem szabad alágyújtani. Mert ha ilyenkor alágyújtunk, akkor egy ilyen rántottás tésztát fogunk kapni. Igazából ezt a szószt a tésztának a forrósága, tehát a forrón frissen megfőtt tészta fogja hőkezelni a tojást, és nem egy ilyen rántottás dolgot fogunk kapni, hanem igazi krémes elegyet, de meg fogjuk ezt mindjárt látni. Megfőtt a tésztánk, én már a vizet le is öntöttem róla. Igazából az, hogy mennyit hagyok alatta, a fedőt ugye egy picit elhúzom, és a résen kiöntöm a vizet, és nem hagyom teljesen kicsorogni, amikor már úgymond megszűnt a víznek a nyomása, éppen hogyha csorog, akkor abba is hagyom, és egy pici maradni fog benne. Első lépésként rá fogom önteni a tésztára a szalonnát. Így zsírostól, olívaolajostól, mindenestől. És ezt jól elkeverem. És következő lépésként jön a tojás és a sajtnak az elegye. Itt jó, hogyha van egy segítségünk, ha egyedül csináljuk, akkor nagyon gyorsnak kell lennünk, ugyanis ráöntjük a mártást, és egyből kezdjük el keverni, hogy nehogy megkapja és rántottát csináljon a tojásunkból. Majd belekaparjuk a maradékot is. Így, és elkeverjük. Már kezd krémes lenni a carbonara spagettink. Ó, de jó illata van. És igazából tulajdonképpen el is készült a carbonara spagettink, ami igazán lágy és krémes. Jó étvágyat mindenkinek hozzá. Jó, teszünk ki tányérra, azt tesszük, mint állat.
Ez jó. Tényleg jó. Ugye? Nagyon jó. Nagyon érdekes.